Üdvözlök mindenkit! Itt vagyunk egy újabb videóban, és ez egy másik nap, nem az, amikor bejártuk Dunavarsánytól Soroksárig a kelebiai vasútvonal azon szakaszát, és mutogattuk, hogy milyen változások, illetve munkálatok zajlanak. Most pont rá egy nappal jöttem, és mielőtt valaki megjegyezni, hogy ugyanaz a póló van rajta, mert biztos, hogy valakinek ez egy kulcsfontosságú kérdés lesz. Megnyugtatok mindenkit. Tegnap este úgy, ahogy van, magamat is kimostam. Olyan mocskosak voltunk, mint az állat. Úgyhogy még a cipőmet is ki kellett mosni, tiszta homok volt. A lényeg, hogy most azért jöttem le, mert két BZ motor, nem tudom még a pályaszámukat, bennállnak itt Dunaharasztin. És hát ugye itt végzik a legjobb tudomásom szerint, eddig legalábbis így volt, hogy itt végezték a belső kékesítését a BZ-knek, úgyhogy valószínűleg ezért állnak bent. Egyébként érdekesség, egy héves ismerős itt felismert, és elkezdtünk beszélgetni, és mondtam neki, hogy azért jöttem le, és közben egyébként más hévesek is ott álltak, akik közül láttam, hogy van, aki felismert, és van, aki nem szeret, ez már 5 év tapasztalatából megmondom egyébként, közben egy utcával egyébként arrébb kell lemennünk, csak itt még kolbászoltam, mert ugyanis olyan rossz helyen vannak a BZ-k, hogy nagyon benn vannak, és nagyon takarják a hévek, amik benn állnak, azért is jöttem délután, mert ilyenkor ugye olyan kevés jármű van, eleve 2 egység, ha jól tudom, Gödöllőről van ide varázsolva, mert nincs jármű. De a lényeg, hogy hiába van nyári szünet, azok ott ki fognak állni itt a 14-14 óra 50 közötti időszakban. Azt hiszem a következő 50-kor fog onnan kiállni, és akkor már lehetne jól fotózni a BZ-t. A lényeg, hogy én mondtam, hogy miért jöttem. Én nem akarok én természetesen bemenni a hévnek a területére. Kintről a kerítésen túlról fogjuk fotózni, filmezni. De a lényeg, hogy érdekes, hogy addig nem volt ott senki, most két biztonsági őr oda lett állítva kb. A BZ-hez. Engem nem érdekel, szóval én természetesen csak is kizárólag közterületről fogom filmezni. De azt köztudott, hogy engem úgy nagyon a hévnél nem csipáznak, úgy nagy általánosságban. De az is egy érdekes dolog, hogy a hévnél volt az a, nem is tudom kinek az érájában, itt közben elengedjük az autót, mi úgyse sietünk. Szóval nem is tudom kinek az érájában volt az, meg szerintem ez most tök mindegy is, hogy ki akarták azt találni, hogy a hévnek a megállási pontjain a peronról se lehessen fotózni és filmezni a héveket. Egyébként én nem tudom, hogy ennek mi az értelme, és miért kell ennyire úgymond azokkal az emberekkel, hát nem is azt, hogy kicseszni, csak így ellenük mennék, akik egyébként meg kedvelik ezt az egész rendszert, ezt az egész, meg a járműveket, meg úgy önmagában a hévet, és azért valljuk be, hogy sok kedvelni való nincs rajta, és ezzel most nem bántani akarom én a hévüzemet. Szóval a lényeg, hogy őket elüldözni szerintem nem éppenséggel a legjobb dolog, de még bennáll az, még egy darab takarja, már egy már kiállt, még egy darab takarja. Most megy el egy, lehet, hogy most fog behúzni az a hév. Na mindegy, innen figyelgetem. A lényeg, itt legalább árnyék van, ott meg tűzőnap. A lényeg, hogy én nem igazán értem ezt a mentalitást, hogy miért kell az embereket elzavarni. Azt azért hozzáteszem, hogy én is ismerek olyan hév fanatikust, aki ezt már too much-ba tolja, és való igaz, hogy idegesítő tud lenni, még számomra is, nem hogyha járművezető lennék, szóval biztos, hogy vannak, akik ezt túltolják, de szerintem nincs olyan területe a világnak, ahol nincsenek olyan emberek, akik bizonyos dolgokat túltolnak. No! Ott van a kis BZ. Bennáll, hát innen meg nem mondom nektek még a pályaszámát. Ennél közelebb nem tudunk hivatalosan kerülni, az az igazság. Lehet, hogy egy kicsit oldalasan kéne megközelíteni. Ugye láthatjátok, hogy jó hátra van téve, ami azt jelenti, hogy persze nem jelent ez semmit, igazából akár holnap neki láthatnak a munkálatoknak. Szóval nem tudom. Az egyébként a 183-as. 183-as szerintem. No, ezt mindjárt meg tudjuk tudni, olyan egyszerűen, hogy felszállunk a hévre. Ami a lehető legközelebb és a leg... Hogy megy? Itt jön be, ott megy ki. Hát nem a lehető legjobban, de szerintem egy jó snittet fogunk lőni róla. Ennyit tudok nektek ma hozni. Igazából ma egy ilyen langzám napot tartok, mert azért a tegnapi 17 km az... Hát durva volt, gyerekek, durva volt. Jön mögöttem az autó, hát nem rátok tűzom, hogy megmondjátok, de a BMW után tűz. Pedig ki kell kerülni ezt az akácos itt. Úgyhogy zúzunk, mert 29-kor indul, ez ami most tulajdonképpen kijött előle. Ennél jobb snittet akkor tudnék lőni, hogyha lenne egy
csúcs fényképezőgépem, ami már nincs, mert hogy nem igazán használtam. És most ilyen egy-egy alkalomra, őszinte leszek itt a egyéb dolgok kapcsán, mármint hogy így a csatorna fejlesztése kapcsán, ez a legutolsó, amire igazán szükségem van. Alapból sem vagyok egy nagy fotós, videózásra meg hát megtanultam nagyon jól, hogy ezek a kompakt fényképezőgépek, hiába Nikon, hiába nagyon jó zoom, stb. Egyszerűen videózásra nem való, ezt be kellett látnom nekem is, úgyhogy na mindegy. Lényeg a lényeg, meg fogjuk csípni, mert a lehető legjobb pozícióval ki fogok zoomolni a gépből, amikor is elhaladunk. Szűk 4 perc múlva, de hát simán elérem, ne aggódjatok. Mert ha nem, akkor jön egy 20 perc múlva, ugye ilyenkor eléggé sűrű a menet. Hát borzasztóan nincs hév egyébként, mármint szerelvény itt a kevein. De én nem vagyok nagy héves, Andris mondta nekem, hogy tulajdonképpen két gödöllő jegység itt van. 900 nem tudom, és 900 nem tudom. Milyen pályaszámú, nem vagyok nagy héves, ahogy mondtam is nektek. Úgyhogy hosszú távon ezért nem lesz ez így jó a hévüzembe. Viszont a pályaszámokról nem beszéltünk, 163 és 391, mind a kettő egyébként csabai gép. Én úgy tudom továbbra is, ugye talán már mondtam a videó elején, igen mondtam, de úgy tudom, hogy Dunaharasztin egyébként csak a belső felújítás történik meg, a külsőt pedig máshol végzik. Úgyhogy hát egyelőre ennyit, igazából hivatalosan nem nagyon lehet a közelébe jutni, tehát ahhoz be kéne menni olyan helyre, ahol pedig nem szabad bemenni. Úgyhogy elégedjünk meg ennyivel, ha esetleg kapok majd róla infót, hogy ezek a gépek mikor mennek vissza, akkor mindenképpen lefilmezem nektek valahol a hév vonalán. Erre azonban kevés esélyt látok, általában őszinte leszek, héves infók nem szoktak hozzám nagyon kerülni. Nagyon ritka eset az ilyesmi, úgyhogy erre azért olyan sok esélyt nem látok. Bár ugye a hátsót nem láttuk, a hátsó motort úgy igazán, de mind a kettő azt hiszem, hogy légkondis, illetve az első látszik is. Most ez már tényleg csak kukacoskodásnak tűnik, de egyébként nem gondolom, hogy pont a kánikula beköszöntével mindenképpen a légkondis bézéket kellene újítgatni és kivenni a forgalomból, de mondom, ez már tényleg lehet, hogy csak kukacoskodás a részemről. Én azonban, hogyha logikailag nézzük, akkor ezeket télen csinálnám meg, és nyáron pedig azokat, amikben nincsen légkondi, és esetlegesen a felújítás kapcsolatában akkor tennék is bele légkondit. Szóval, na mindegy, ez már csak az én logikám, meg az utasként való hozzáállásom, mert egyébként simán lehet, hogy technikailag így tudták megoldani, hogy most ez a kettő kerüljön ki a forgalomból, szóval ennek lehetséges, hogy megvan a maga oka, ezért nem akarok itt nagyon bele ugatni ebbe. Legyetek jók, írjatok véleményt, és nyomjatok egy hatalmas lájkot, meg iratkozzatok fel. Sziasztok!